Úgy tűnik, az algériai katonaságnak nem volt elég Abdelaziz Bouteflika elnök lemondatása. Egész családját és híveit is el szeretné távolítani a hatalomból. Vasárnap reggel legfiatalabb öccsét, Szaidot és a hírszerzés két elöljáróját tartóztatta le a katonai ügyészség. A hadsereg parancsnoka Jaid Salah azzal vádolja őket, hogy titkos találkozókat tartottak, amivel veszélyeztették az ország biztonságát és stabilitását. Rendszeresen arról értekeztek, hogy miként tudnák a katonaság bevonásával vérbe folytani a tüntetéseket. Ezek súlyos vádak, amikért komoly büntetést kaphatnak, számolt be algériai tudósítónk. Said Bouteflika évtizedeken át volt az elnök tanácsadója, majd bátyja agyvérzése után ő vette át az ország vezetését. A katonaság további letartóztatásokat ígért.